Agyonverték ismerősüket, a két vádlott akár életfogytiglant is kaphat. Biztonságos szórakozás, fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szórakozó fiatalok Nyíregyházán. 25 éve szabadon, a kárpátaljai görögkatolikus egyház üldöztetését mutatja be egy tárlat Mária Pócson. Akár életfogytiglant is kaphat az a két vádlott, akik különös kegyetlenséggel ölték meg közös ismerősüket. A Kölcsei Televízió iradóját látják, köszöntöm Önöket! Az eset egy évvel ezelőtt, májusban történt Nyíregyházán. Egy lakásban ittasan játszva verekedett a két vádlott, majd ma már meg nem állapítható okokból a lakást használó közös ismerősüket ököllel kezdték el ütni. A megtámadott élettársa a férfi védelmére kelt, ám őt is megütötték. A bántalmazott nő értesítette a rendőrséget, a sértett férfi a mentők szakszerű ellátása ellenére meghalt. Két vádlott egymás mellett a bíró előtt. A nyíregyházi törvényszéken őket, valamint több tanút is meghallgattak az üggyel kapcsolatban. A tanács elnöke az egyik tanú korábbi, a rendőrségnél tett vallomását is felolvasta. Abban elhangzott, hogy az első rendű vádlott S. Zsolt a második rendű vádlottat, S. Sándort egy közös ismerősük nyíregyházi lakásában tanította verekedni, ketrec harcolni. A Zsolt nekem is nekem állt. Hívott verekedni, hencegett vele, hogy ő ketrecharcos, mindenkit lelel. Nekem ekkor lett elegem az egészből, mondtam, hogy engem hagyjon békén, inkább megyek. Különben is dolgom van. Elindultam a bejárati ajtó felé, de Zsolti elém állt, mondta, hogy verekedjünk meg. Nem akart kiengedni az ajtól, a kulcsot kivette az ajtóból. Engem ez nem érdekel, velem ne szórakozzon, hagyjon békén. A Zsolti beállt az ajtóba, szétvetette a lábát, azt mondta, hogy innen senki nem megy ki élve. A tanú megijedt, nem állt be verekedni, végül kisurrant az ajtón a sértettel. A férfi N. Béla a tanúval beszélgetett már a lakáson kívül, boltba mentek, ám végül egyedül visszament a lakásba. A tanú ekkor látta őt utoljára élve. Este körülbelül 17 óra vagy 18 óra tájban jártam megint feléjük. Az órát nem néztem, de még világos volt. Ekkor láttam, hogy fehér autó áll a házuk előtt, közelebb menve láttam, hogy rendőrautó, meg mentő. A ház körül bámészkodók beszélték, hogy Béla meghalt, a Zsuzsát meg a mentő vitte el. A játszva verekedés ma már meg nem állapítható okból durvult el, a két vádlotta lakást használó közös ismerősüket, N. Bélát ököllel kezdték el ütni. A megtámadott élettársa a férfi védelmére kelt, ám őt is többször megütötték. A bántalmazott nő a fürdőszobából telefonon értesítette a rendőrséget, hiszen a vádlottak tovább folytatták a sértett bántalmazását. A rendőrök rövid időn belül a helyszínre érkeztek, mentőt hívtak, ám a sértett férfi a szakszerű ellátás ellenére életét vesztette. Az ügyészség az első rendű vádlottat, mint többszörös visszaesőt, és a második rendű vádlottat egyrendbeli különös kegyetlenséggel elkövetett emberölés büntettével és egyrendbeli súlyos testi sértés büntettével, mint társtettest vádolja. Tettükért akár életfogytiglant is kaphatnak. Ebben az évben is fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szórakozó fiatalok péntek éjszakánként Nyíregyházán. 19 héten keresztül közösen teljesítenek szolgálatot a megyeszékhelyen a rendőrök és a polgárőrök. A cél, hogy megelőzzék a rendzavarást és a rongálásokat a városban, valamint az, hogy a fiatalok biztonságban szórakozhassanak. Volt már korábban olyan, hogy a buszvárónak az ablaküvegét törték be, vagy egy kukát borítanak ki, tehát ezeket kellene nekünk elsősorban figyelni, illetve jelezni felénk, jó? Rövid eligazítás és kezdődhet a munka. Múlt héten pénteken éjszaka 9 körzetben járták Nyíregyháza utcáit a polgárőrök, akik felveszik a kapcsolatot a járőröző rendőrökkel, ha problémát észlelnek. Köszönöm szépen! A Benczúr téren éppen fiatalokat igazoltatnak a rendőrök, akik arra is felhívják ilyenkor a figyelmet, hogy közterületen tilos alkoholt fogyasztani. Ez pedig már Nyíregyháza egyik kedvelt szórakozó helye.
Az ilyen helyeket is látogatják péntekenként a polgárőrök azért, hogy a fiatalok biztonságban szórakozhassanak. A tavalyi ilyen jellegű akciókat 417 fő bevonásával végezte a rendőrség. A polgárőrség erre már készült, hiszen 2013-ban elkezdtük az elsőlegesen a képzést, ahol kifejezetten ezekre készítettük fel a polgárőrséget, tehát a bűnmegelőzés, illetve a közlekedés biztonságára. Itt jelen pillanatban nagy megtiszteltés is számunkra, hogy 9 helyszínen a polgárőrségre ráveri bízni a város, a rendőrség a rendnek a figyelését, nem fenntartását, figyelését. Az akció elsősorban a lakosságot zavaró jogsértések, garázdaság, rongálás, rendzavarás megelőzésére irányul, illetve a szórakozó fiatalok biztonságát szolgálja. A tapasztalatok szerint van visszatartó ereje a fokozott jelenlétnek, azóta kevesebb például a rongálás a megyeszékhelyen. Érezhetően kevesebb volt az a javításra fordított összeg, amelyek eddigi évek során tapasztaltak, hogy a játszóterek szombat reggelre, vasárnap reggelre meg vannak rongálva. Csökken a közterületi bűncselekmények száma. Évek óta folyamatos tendenciaként kimutatható. A tavalyi évben jelentős volt ez a szám, és az első 4 havi statisztika alapján már tudom mondani, hogy tovább folytatódik ez, és bízom benne, hogy nyáron is meg tudjuk tartani ezt a szintet. A közterületi szolgálat tervezésekor a hatóságok figyelembe veszik az állampolgári bejelentéseket és a korábbi jogsértések jellemző helyszíneit. Fontos tudni, hogy a polgárőrök legfontosabb fegyvere a szeme és a telefonja, valamint a gyors helyzetfelismerő képessége. A polgárőrök ugyanis nem intézkednek, csak megfigyelnek, és akkor értesítik a rendőrséget, ha problémát észlelnek. Földi István, a Jobbik Magyarországért mozgalom jelöltje nyerte az időközi polgármester választást Kocsordon. A 2407 választópolgárból 1425 jelent meg az urnáknál vasárnap, olvasható a választás.hu-n. A Nemzeti Választási Iroda adatai szerint Földi Istvánra 539-en, Pajtás Zsigmond független jelöltre 427-en szavaztak, Gombos Lászlóné független jelölt 414 voksot kapott, Páskú Károly, a Magyar Munkáspárt jelöltje pedig 17 szavazatot szerzett. Az időközi választást azért kellett megtartani a 2800 lelkes Kocsordon, mert a képviselőtestület január végén feloszlatta magát. "25 éve szabadon" címmel nyílt kiállítás Máriapócson. A tárlata a kárpátaljai görögkatolikus egyház üldöztetését mutatja be, emléket állítva azoknak a híveknek és papoknak, akik megtagadták az ortodox egyházba olvadást. Szöges drót veszi körül azoknak a papoknak a tablóját, akik ellenálltak a nyomásnak, ez pedig az egykori Szovjetunió térképe, amelyen azokat a helyeket tüntették fel, ahol a papok raboskodtak. A II. Világháború után Kárpátalja a Szovjetunióhoz került, és gyakorlatilag azonnal elkezdődött a görögkatolikus egyház üldözése. Arra akarták kényszeríteni a görögkatolikus papokat, hogy olvadjanak be az ortodox egyházba. Ezt a többség megtagadta, aminek következménye börtön vagy kényszermunka lett. Az otthon maradt papok életét ellehetetlenítették, és papi működésüket betiltották. 3 papot ki is végeztek, az egyház élete azonban az illegalitásban tovább folytatódott. Az üldöztetés 40 évig tartott. Az emberek között nagy egység volt ezekben az időkben. Megbeszélték, hol, melyik házban jönnek majd össze, hol tartanak szertartásokat. Ez mind nagyban segítette, hogy a görögkatolikus egyház az úgynevezett katakomba évek során Kárpátalján túlélhesse ezt az üldöztetést. A kiállítás megnyitóján Kocsis Fülöp, a hajdúdorogi főegyházmegye metropolitája azt hangsúlyozta, időről időre az emberi gonoszság kitermeli a maga szörnyűségeit, az embereknek ezért arra kell törekedniük, hogy ilyen üldöztetésnek sem eszközei, sem áldozatai ne lehessenek. Ami üzenet kell, hogy megfogalmazzon, hogy én mit tudok tenni azért, hogy a gonoszság, a gyűlölet, az ne kapjon táptalajt. Engem ne ragadjon magával, és mit tudok tenni, hogy másokat se sodorjon magával. Ez a lehúzó negatív erő. A megyei közgyűlés elnöke szerint a tárlat az újjászületésről, a feltámadásról szól. Vértanú püspökök, papok tanúskodnak arról, hogy milyen szenvedéseken ment át, milyen megpróbáltatásokon ment át ez a közösség, de lám ez a kiállítás tanúságtétel arról, hogy újjászületett, és hát reméljük, hogy a
későbbiekben is, évszázadok múlva is hasonló vitalitással működik, mint az elmúlt 25 évben. A tárlat, amelyen számos papi relikviát is megtekinthetnek az érdeklődők az üldöztetés idejéből, június 15-ig látogatható Mária Pulcson a Családvár épületében, minden nap 9 és 18 óra között. Több közúti baleset történt az elmúlt napokban Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében. A 36-os számú főúton Nyíregyháza belterületén egy motoros személygépkocsival ütközött. Az autó vezetője kanyarodás közben feltehetően nem látta a szembejövő motorost, így történhetett a baleset. A motorost kórházba szállították, az anyagi kár jelentős. Mátészalkán két gépjármű ütközött, Hodászon pedig egy kerékpárost gázoltak el. Mindkét esetben vizsgálják a baleset körülményeit. Kocsordon villanyoszlopnak hajtott egy személygépkocsi, így mintegy 30 család maradt áram nélkül a településen. Salakmotoros találkozót rendezett a korábban világbajnoki selejtezőkön is rajthoz álló Seres János. A részletekről hamarosan, előtte nézzük, mi lesz még a mai híradóban. 98-81-es vereséget szenvedett szombaton a Marsó Nyíregyháza a MAFC otthonában. A nyíregyháziak 13 évnyi folyamatos élvonalbeli szereplést követően elbúcsúztak a legmagasabb osztálytól, az NB1-től. Megőrizte második helyét a tabellán a Kisvárda Masztergód, miután a bajnokság 26. fordulójában hazai pályán legyőzte a Vácot. Sós Imre együttesen 0-0-ás félidő után Costa Márk két góljával 2-0-ra verte ellenfelét. Magyar bajnokok, junior világbajnoki döntősök, aranysisak győztesek találkoztak azon a rendezvényen, amelyet a korábban világbajnoki selejtezőkön is rajthoz álló Seres János szervezett. A Volán Dózsa salakmotor szakosztályának egykori versenyzőinek volt mire visszaemlékezniük az összejövetelen. A 70-es, 80-as években a Dunán innen rendkívül népszerű volt a salakmotorozás, Szegeden, Gyulán, Szolnokon, Debrecenben, Miskolcon és Nyíregyházán ezrek szorongtak a lelátókon a versenyeken. A Volán Dózsa vaspapucsosai a legjobbak közé tartoztak, a szakosztály 1987-ben meg is szerezte a csapatbajnoki címet. Emellett számos hazai és nemzetközi viadalon győztek a nyíregyházi versenyzők, akiket az elmúlt évtizedekben elsodort egymástól az élet. Pénteken viszont 13-an ismét felelevenítették közös sikereiket. Húsvét előtt összetalálkoztam az Interspárba Elemér bácsival, aki az edzőnk volt, és megölelt, és mikor elköszöntük, és mondta, hogy milyen sok baj volt veled. És akkor ez adta az ötletet, hogy akkor összehívjuk a fiúkat, még most mindenki megvan, és bízunk benne, hogy még sokáig meg lesz mindenki. És ez adta az ötletet, és körbehívtam minden srácot, megkerestem őket, és akkor úgy néz ki, hogy mindenki eljött, tehát nagyon örülök neki, hogy 30 év után megint együtt van a csapat. Az egyéni magyar bajnoki címmel is büszkélkedő Petrikovics József 17 éves pályafutása alatt csak nyíregyházi színekben versenyzett. Nagyon szép emlékeim vannak, mert sok élménybe vettem részt ezáltal a salakmotorozás véget. Tehát hát fiatalon az volt az embernek az élete, hogy motorozzon végül is. Tehát azért, és tehát az boldog ember lehet, aki azt csinálja, amit szeret, és mi azt csináltuk, amit szeretünk. A hazai és nemzetközi mezőnyben is sikeres Stefáni Attila 2011-ben ült utoljára motoron éles versenyen, de a sportáktól máig nem szakadt el. Én mai napig motorozgatok, eljárok edzegetni Gyulára, Debrecenbe, úgy Nagyhalázba. Tehát én nem szakadtam ki teljesen a sportból, én imádom, szeretem, mindig is az életem volt, meg az életem lesz, tehát én azt nem fogom így abba hagyni. A találkozón természetesen az emlékszel kérdés hangzott el a legtöbbször. Az emlékek felidézése közben a résztvevők meg is egyeztek abban, hogy jövőre ismét találkoznak majd egymással. Kiesett az NB1-ből a Marsó Nyíregyháza. Sitko Ernő együttese az osztályozó harmadik mérkőzésén 98-81-es vereséget szenvedett a MAFC otthonában. Így a fővárosiak 2-1-es összesítéssel megnyerték a párharcot. A nyíregyháziak pedig 13 évnyi folyamatos élvonalbeli szereplést követően elbúcsúztak a legmagasabb osztálytól. Az egész szezonban mindössze egy idegenbeli meccset megnyerő nyíregyháziaknak a MAFC otthonában kellett volna győzniük ahhoz, hogy bennmaradjanak az első osztályban. A hazaiak azonban nem bíztak semmit a véletlenre, az első negyedet 7, a másodikat 12 ponttal nyerte a fővárosi gárda, és a folytatás gyakorlatilag már csak formalitás volt. A népes szurkolótábor által támogatott kék cápák 17 pontos vereséggel távoztak a Gabányi sportcsarnokból.
sokkal nyugodtabban és rutinosabban kellett volna játszanunk ezen a mérkőzésen. A hangulat nagyon jó volt. A csapat úgy gondolom, hogy teljesen pozitívan állt a dologhoz, és hitt abban, hogy nyerhet, de sajnos, amikor kimentünk a pályára az első néhány perc jó játéka után, nem tudtuk azt a teljesítményt hozni, ami kellett volna ahhoz, hogy ott tudjunk maradni. A MAFC győzelmével bennmaradt az NB1-ben, a Nyíregyháza pedig 13 évnyi folyamatos, összesen 15 év élvonalbeli szereplés követően kiesett a legmagasabb osztályból. Elég nehéz szezonunk volt, elég nehéz körülmények között dolgoztunk. Kell majd ezt hosszabban értékelni, és akkor beszélhetünk erről talán többet. Még bennem is elég friss az élmény, és azért eléggé megvisel maradjunk ennyiben a teljesítményünk. Gondolkodunk rajta, és akkor majd meglátjuk, hogy kifejtjük, vagy utána nézzünk, hogy alapvetően mi is, ami azt okozta, hogy ide kerültünk. Az NB1-ben a Salgótarján a Vasas, az Oroszlány pedig a Veszprém ellen vezet 1-0-ra a két nyert meccsig tartó párharcban. Az elmúlt 3 évben a másodosztály bajnoka nem vállalta az élvonalbeli szereplést, így a kieső csapat maradhatott az NB1-ben. Erre most minimális az esély, ezért jelen állás szerint az NB1-ben folytatja a Marsó Nyíregyháza. Megőrizte második helyét a tabellán a Kisvárda Masztergód, miután a bajnokság 26. fordulójában hazai pályán legyőzte a Vácot. Sós Imre együttese 0-0-es félidő után Costa Márk 2 góljával 2-0-ra verte ellenfelét. A várdaiak legközelebb Balmazújvárosban lépnek pályára. A kiesés elől menekülő Vác ellen már a 4. percben megszerezhette volna a vezetést a hazai csapat, Délcek Fejesit azonban védte a vendégek kapusa. A váciak abszolút védekezésre rendezkedtek be, és az első félidőben nem is tudták feltörni a reteszt a várdaiak, csak helyzetekig jutott Sós Imre együttese. Az 59. percben kis ilyen megszerezték a vezetést a dunapartiak, Frank azonban gólhelyzetben rosszul talált el a labdát az ötösön. Egy perccel később már vezettek a hazaiak, Cseri jobboldali szabadrugása után Costa fejelt Szirjé kapujába. A 74. percben végleg eldőlt a mérkőzés, Eszláthy baloldali beadását erős fejelte középre, Costa pedig előrevetődve ugyancsak fejjel juttatta a labdát a kapuba. Azt tudtuk, hogy a Vác egy szervezett csapat, azért több napsi kalapot is sikerült nekik begyűjteni, de ezen a mérkőzésen úgy gondolom, hogy kifejezetten szervezetten védekeztek, és mindent egy lapra feltével küzdöttek. Nagyon nehéz volt feltörni őket, erről beszéltünk a félidőben és az öltözőben, hogy valahogy fel kell törni a védekezésüket, és minél gyorsabban megpróbáltunk gólt szerezni, ami aztán úgy gondolom, hogy jött is. A váciak edzője amiatt bosszankodott, hogy bár szinte az egész meccsen fegyelmezetten védekeztek, egyéni hibák miatt vesztesen hagyták el a pályát. Arra megint nem számítottam, hogy egy-két játékoson felelőtlenül és fegyelmezetlenül játszik. Ugye ez a pontrugásokból kaptunk megint 2 gólt. Ugye ez most már jellemző ránk, hogy a góljainknak a 70-80%-át pontrugás után kapjuk. Hiába vannak kiosztva az emberek, egyszerűen arra képtelen, hogy vele menjen, és ezáltal állandóan sújtja a csapatot. A 2 gólos Costa Márk szerint alaposan meg kellett küzdeniük a 3 pontért. Nagyon nehéz mérkőzés volt, hiszen a Vác az a bennmaradásért játszott, ugye nagyon szervezettek voltak az első fél időben, sajnos akkor nem sikerült gólt rúgnunk, szerencsére a másik fél időben sikerült eldöntenünk a mérkőzést. A forduló további eredményei Csákvár-Sopron 3-3, Zalaegerszeg-Gyirmút 3-0, Soroksár-Dunaújváros 7-0, Szeged-Balmazújváros 2-1, Ajka-Mezőkövesd 0-1, Sziget-Szentmiklós-Budaörs 1-2 és Szolnok-Siófok 2-2. A tabella élén az 56 pontos Gyirmót áll, megelőzve a 46 pontos Kisvárdát, valamint az egyaránt 45 pontos Zalaegerszeget és Mezőkövesdet. A Kisvárda legközelebb Balmazújvárosban lép pályára. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer röviden. Akár életfogytiglant is kaphat az a két vádlott, akik különös kegyetlenséggel ölték meg közös ismerősüket egy nyíregyházi lakásban. A megtámadott élettársa a férfi védelmére kelt, ám őt is megütötték, a bántalmazott nő értesítette a rendőrséget. A sértett férfi a mentők szakszerű ellátása ellenére meghalt. Fokozott ellenőrzésekre számíthatnak a szórakozó fiatalok péntek éjszakánként Nyíregyházán. 19 héten keresztül közösen teljesítenek szolgálatot a megyeszékhelyen a rendőrök és a polgárőrök. A cél az, hogy megelőzzék a rendzavarást és a rongálásokat, valamint hogy a fiatalok biztonságban szórakozhassanak.
25 éve szabadon címmel nyílt kiállítás Máriapócson. A tárlat a kárpátaljai görögkatolikus egyház üldöztetését mutatja be, emléket állítva azoknak a híveknek és papoknak, akik megtagadták az ortodox egyházba olvadást. A Kölcsei Televízió iradóját látták május 9-én hétfőn. Friss hírekkel kedden este is jelentkezünk. Műsorainkat és híreinket honlapunkon addig is újra nézhetik. Én köszönöm szépen a megtisztelő figyelmüket, viszontlátásra! Holnap napos időre számíthatunk. Kedden az elmúlt napok időjárását meghatározó magassági hidegörvény elhagyja térségünket. Délnyugat felől pedig még nem ér el hozzánk az a meleg front, ami a Dunántúlon csapadékos időt okoz. Így nálunk többnyire száraz, mérsékelten meleg időre van kilátás. Éjjel derült vagy gyengén felhős lesz az ég. Csapadék nem valószínű, és az északkeleti szél is gyenge vagy mérsékelt marad. Reggelre általában 7 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben a több órás napsütés mellett időnként erősebben megnövekszik a gomoly felhőzet, melyből elszórtan előfordulhat egy-egy zápor, esetleg zivatar. A változó irányú szél mérsékelt marad. Délutánra 21 fokig emelkedik a hőmérséklet. Holnap nem várható fronthatás térségünkben. Szerdán még sok lesz a napsütés, majd csütörtöktől a hét további részében erősen felhős, esős időre van kilátás. Csütörtökön és pénteken több, a hétvégén valamivel kevesebb csapadékkal. Az átmenetileg csapadékosabb időszaknak a vasárnap érkező hidegfront vett véget. A hőmérséklet csúcsértéke a héten jellemzően kevéssel 20 fok felett alakul.